Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, esztendőről esztendőre immáron hagyomány, hogy Kulcson találkoznak az állatorvosi emléknapon mindazok, akik az esztendőben nagyon sokat tesznek értünk a mi jószágainkért. Az állatorvosi emléknapon adják át az életműdíjat, az év állategészségű dolgozója díjat és az év állatorvosa díjat is. Ebben az esztendőben az év állatorvosa Balázsik István. Tisztelettel köszöntöm és gratulálok. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm én is a nézőket. Megszokhattuk, és nem csak Kulcson derül ki, a kulcsi hatok, az egykori legendás állatorvosok kedvenc helyén, hogy az állatorvoslás nem szakma, sokkal, de sokkal több annál. Az állatorvoslás egy hivatás. Fontos, hogy ki milyen gyökerekkel rendelkezik, honnét indult, hogy aztán megérkezzék a választott hivatásához. Önnel ez hogy történt? Hát velem úgy történt, hogy gyerekkorom óta állatok vettek körül. A szüleimnél mindig voltak kisállatok, nyulak, galambok, kutyák, sündisznó, és amit el lehet képzelni a ház körül, abban az időben ugye nem lehetett húst kapni, sertést tartottunk, és így kisállatok mindig voltak. Az életemet meghatározták az állattartási dolgok. Nagyon megszerettem, és a későbbiek folyamán, ahogy tanultam, mindig többre vágytam az állattartás területén, és nem csak tartani szerettem volna, hanem később kialakult bennem a gimnázium végére, hogy állatorvos leszek, hogy valamikor nagy állataim is legyenek, és segíthessek az állatok megmentésén, gyógyításán is. Tehát tudatosan készült erre. Tudatosan készültem, annak ellenére, hogy az utolsó pillanatban, negyed év végén alakult ki bennem határozottan ez az elhatározás, hogy én állatorvos leszek, mert talán mint minden gyerek, az apja szakmája is a példaképe, az apja a példaképe, én is így voltam, és én tiszteltem, becsültem, nagyon szerettem az apámat, és példaképen volt, jó sportember volt, az állatokat szerette, és de ő villanyszerelő volt a bányánál. És ez befolyásolt, és a gimnázium előtt én még az elektrotechnikumba, a gépipari technikum elektroszakára jelentkeztem, akkor az egy ilyen nagyon felkapott technikum volt, és a szerencsémre nem vettek föl. És így lettem állatorvos, mert olyan kis vékony gyerek, késő érő gyerek voltam, és az utolsó pillanatokban alakult ki bennem ez a határozott elképzelés, hogy nekem ez való, ez a szakma. Hát igen, de hivatás. Ehhez nagyon sok mindent kellett tenni azért a középiskolás években, hiszen az Állatorvosi Egyetem akkor is elit szak volt. Igen, igen. Az Állatorvosi Egyetem akkor is nagyon felkapott volt, úgy, ahogy a mai nap is, és nem is volt olyan egyszerű bejutni oda. Abban az időben még úgy kicsit nehezteltem is rá, hogy nagyon sok állatorvos talán előbb bekerült az egyetemre, mert én harmadszori jelentkezésemre kerültem az egyetemre. Nem voltam rossz tanuló, de nem voltam a legjobb, és így meg kellett dolgoznom a felvételén is, úgyhogy harmadik alkalommal vettek föl. De akkor már olyan elhatározás volt, hogy nem tágítottam, és én ennek ellenére állatorvos. Az egyetem mindig vízválasztó egy ember életében. Miként emlékezik ezekre az esztendőkre? Hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy ki mit akar megtanulni, véletlenül került be, vagy csak jobb híján, ha úgy tetszik, vagy pedig nagyon komoly szándékkal tette. Én nagyon komoly szándékkal tettem. Én nagyon komoly, ahogy mondtam, nehezen alakult ki bennem, de amikor kialakult, akkor nem engedtem, és az egyetemi évek alatt is őszintén megmondva megtettem mindent ahhoz, hogy én állatorvos is lehessek. Időben végezzek, és állatorvos legyek, ami sikerült is, nem volt könnyű, a mai napig se könnyű egyetem, és bizonyára
hallott róla, hogy újra önálló állatorvos tudományi egyetem lett, aminek én nagyon örülök, ott voltam az ünnepségen is, és az én időmben is még állatorvos tudományi egyetem volt, utána került a Szent István Egyetembe, és most újra önálló, és fölkapott, mert a külföldiek számára megnyílt a kapu, és jöttek, és az egyik legdrágább egyetem, és a világ minden részén elfogadják, így aminek van. Nagyon örülök és büszke. Ezt esztendőről esztendőre a rektor, ugye ott van kulcs minden évben, és akkor arról beszélgetünk általában, hogy egyre jobb a híre. És ez a hír, ez nem csak egy felkapott hír, hanem emögött nagyon komoly és tudatos munka van. No, de azért beszéljünk arról, hogy milyen volt az egyetem. Voltak-e meghatározó tanárai, professzorai, akikre szívesen emlékezik, akiktől megtanulta azt, amit ma is tovább visz és továbbad? Nagyon jó tanáraim voltak. A kémia volt a legnehezebb tárgy az elején, és nagyon sok ember talán azért is fejezte be az egyetemet korábban. Nádor tanár úr, jól emlékszem rá, mert nagyon jól megtanította a kémiát, és nekem sikeresen ment az elején az is. Az állattenyésztést nagyon szerettem. A növénytermesztés kedvencem volt, az a parazitológia. És így jöttek később a szaktárgyak. Anatómia nagyon nehéz tárgy volt, ott tanulni kellett, és hát nem volt az a szerencsém, hogy ilyen professzorom lett volna, mint a Sótonyi doktor, mert hallottam azóta is nagyon sok anatómiai előadását, ami élvezetes. Tehát ő az anatómiát is úgy tudta előadni, ami még jobban lekötötte az embert, mert ahhoz az is kellett. Pedig az alapvetés és nehéz tárgy. Nagyon nehéz tárgy. Azt meg kell tanulni, azt nem lehet csak olvasgatni. Azt meg kell ugye Sótonyi tanulni. Professzorról tudnunk kell, hogy most ő az Állatorvos Egyetem rektora, csak mellékszálként hozzáfűzöm. Igen. És a lovakat nagyon szereti, ami meghatározó nekem is, és szívesen megyek előadásra. Hát végzett. Ennek ellenére Fehér professzor nagyon jó tanár volt, aki abban az időben nekem az anatómiát tanította. Úgy, nos, tehát végzett, hogy kezdődött a praxisa? Milyen kihívás várt akkor egy olyas valakire, aki önmagával szemben is nagy elvárásokkal rendelkezett? Hogy kezdődött a pályafutása? A praxisom nagyon jól kezdődött, mert abban az időben el lehetett helyezkedni. Azon a területen, amit én választottam magamnak, mert én azért lettem állatorvos, hogy vidéken lehessek, nagyállat, kisállatpraxis és körzetben lehessek tulajdonképpen, és elértem ezt a célt több lépcsőn keresztül, de nagyon jó iskolám volt. Mindig mérvadó volt, én Bodajkon születtem, hogy Bodaj környékén lehessek állatorvos, és annak az utódomnak, a dr. Schanner Lászlónak, aki Fehérvár csurgón volt, annak a nyomdokába léphessek. Ez nem volt olyan egyszerű, mert a Móri Állami Gazdaságba tudtam elhelyezkedni, és akkor a Móri járásba nagyon sok állatorvos volt, és más volt a helyzet, mint most. Minden körzet be. Több évtizede ott élő állatorvos volt, aki jól dolgozott, ragaszkodott a körzetéhez, és abban az időben még volt egy olyan tisztelet a körzetek és a kollégák felé, hogy betartottuk egymás területét, igen, tiszteltük, nem jártunk át praktizálni, csak segíteni és helyettesíteni. És nem volt tulajdonképpen helyem a Móri járásba, ott kezdtem a Móri Állami Gazdaságnál gyakornoki éveimet, és ott töltöttem 4-5 hónapot, de észrevettem, hogy itt nincs előreláthatólag a közeljövőbe lehetőségem. És így adódott az a nagyszerű alkalom, hogy állást kerestem, és az állatkórházba jelentkeztem dr. Schubert Zsuzsa Lancné
biztos tetszik. Lantz Endre felesége volt. Igen. Oda mentem jelentkezni, és szerencsémre bejött a Lantz doktor, mikor vártam a fotelbe a Lantz doktornőre, és az ő stílusával megkérdeztem, mit keresel itt, te kölyök? És mondom, hogy állásért jöttem. Elmész te innét, Enyingre, nagyobb szükség van rád ott. És hát ő látta az egész megye lehetőségeit, és az elbeszélgetés helyett Enyingre mentem el rögtön. Tehát a megye másik felére. Megye másik felére, de viszont a mezőgazdaságnak egy ragyogóbb helyére, mert a mezőföld az a most is még mezőgazdasági szempontjából a legjobb, mert a jó földek, állattenyésztés, állattartás is még mindig több van, mint a mi vidékünkön. És ott egy csodálatos főnököm volt, a dr. Óvári László. Ez is egy szerencsés dolog volt számomra, hogy mindig jó főnökeim voltak, és megtaláltam a hangnemet velük. Ő nagyon jó eszű ember volt. Ő volt a szarvasmarha vonalon, Enyingi Vöröshajnal TS-be vettek föl, az egy nagy menő TS volt, a Lajos Komáromi TS után szinte a legjobb, és ott volt 1000 anyakoca, és 6-800 tehén. A szarvasmarha vonalon volt az Óvári doktor, én a sertés vonalon. Egy sertés kombinát volt 1000 anyakocával, 300 anyakocával, kabókapusztai hagyományos telep, ami az én területem volt, és egy hízlalda. Ez csodálatos dolog volt, mert két felcserrel dolgoztam, és ott minden, amit el lehet képzelni a sertés vonalon, előfordult egy ekkora telepen. Ott a sérműtétek, a herélés, az ivartalanítások, a császárműtéteket végezhettem két felcser segítségével a istálói körülmények között, ami egy nagyon jó gyakorló pálya volt nekem, és emellett nagyon sokat átsegíthettem a szarvasmarha területére is, mert Óvári doktor betegeskedett a vége felé, és én sokat helyettesíthettem. Tehát megtanult mindent, amit meg lehetett. Csodálatos tanulni. Volt, mert ami a körzetbe kellett, nem tudtak szinte újat mutatni már a háztáji állományokba, mert annyi mindent láttam a 4 év folyamán, és tapasztaltam. Mikor teljesült az álma, és közelebb került az otthonához? Hát ez pontosan akkor, amikor a legjobban éreztem magam Enyingen, az Enyingi Vöröshajnal TS-ben, ahogy mondtam, nagyon jó TS volt, jó társaság volt, és jól éreztem magam. Akkor hallottam meg azt, hogy az én elődöm, dr. Schwanner doktor nyugdíjba megy. Egy barátom dolgozott ott agrármérnökként a Fehérvárcsurgói TS-ben, és ő súgta ezt meg nekem. És ez nagyon szépen alakult, mert azonnal bementem Bálint János akkori TS elnökhöz, még ma is él, tisztelem, becsülöm, mert abban az időben ritkasága ilyen jó és humánus főnököt kifogni, és elmondtam neki, hogy milyen lehetőség áll előttem, és én akármennyire jól érzem itt magam, én szeretnék elmenni, mert itt talán az életem álma valósul meg, körzeti állatorvos lehetek, és azt teszek, amit a kuncsaftok kívánnak, és segíthetek. És tulajdonképpen hazatért. Hazatértem. Hiszen arról beszélnünk kell, hogy állatorvosnak lenni, ez bizalmi elv. Egy akkori időszakban, most is úgy van, de akkor teljesen más volt azért a világ, valljuk meg. És nem csak, hogy bizalmi elf, hanem napi 24 órás feladat. Ha valaki az otthonába visszatér, illetve abba a körzetbe, ahol szeretné leélni az életét, akkor még inkább nehéz feladat volt. Hogy sikerült beilleszkednie, hiszen ott jószerivel mindenki ismerte. Igen. Ebben a körzetben. És nyilvánvaló, hogy ilyenkor az elvárások is nagyobbak. Nagyon nagyszerű volt az egész dolog, mert nekem nagyon könnyű volt beilleszkedni. Érdekes esetet tudok elmondani erre. Édesanyám a Fehérvár Csurgó és Bodajk között lévő tűzéptelepen dolgozott. Egy csodálatos, kedves asszony volt, és a tűzéptelepen is emberekkel bánnak, és ő ismerte a környéket. És mikor meghallotta, hogy én
Fehérvár Csurgóra vissza fogok jönni, akkor azt mondta, kisfiam, hát nem félsz te ettől, hát Fehérvár Csurgón az idegen embereket nem olyan szívesen veszik be, és jöttmenteknek fogadják, és mindenkit szinte nem szívesen fogadnak. Mondom, én nem félek, édesanyám, mert én a munkámat szeretném ellátni, és ha azt jól látom el, és segítek az emberek baján, az állatokon keresztül, akkor nem valószínű, hogy nekem problémám lesz. És nekem azóta se volt semmi különösebb személyi problémám. Ugye azt tudjuk, hogy felgyorsult a világ, és változott az állatállomány. Ma már egy falu sem olyan, mint annak idején 10-20-30-40 esztendeje, de hát megváltozott az állatállomány teljes egészében. Hogyan tud lépést tartani az állatorvos ezzel a változó világgal, hogy több a kisdet kedvenc otthon, kevesebb a marha, alig van, kevesebb a disznó, és így tovább? Ez nekem nagyon könnyen ment, mert én, ahogy mondom, egy olyan állatorvos voltam, aki a kisállatokat kezdte otthon megismerni a szülő falumba, a családomnál. Később, mikor Enyingen dolgoztam, vehettem meg az első lovamat, akkor lett nagy állatom, lóval jöttem haza Fehérvárcsurgóra, azóta lovat tartok, szamarat tartok, nagy állatot tartok, és teljesen megváltozott a beosztásunk. Amikor Fehérvárcsurgóra mentem, akkor a 99%-a nagy állat volt. Sertéseket hetente kétszer kellett ivartalanítanom a falukba, ahol megfelelő embereim voltak, akik segítettek, segítségek voltak, akik fölírták a címeket az ilyen ütemezhető esetekbe. És szarvasmarhák voltak, TBC-oltást, házakat végigjárni. 99%-ban nagy állatkezelés volt. Két nagyüzemi telepen volt, Fehérvárcsurgói TS és a Magyaralmási TS később. Ez most teljesen megváltozott, és a mai napig is ebbe a körzetbe dolgozom, nyugdíjasként. Egy rendelőm van Budajkon, a nagyszülői házban nyitottam egy rendelőt, és folyamatosan át kellett állni a kisállatokra. Ez nem volt nehéz nekem, mert én kutyákat tenyésztettem. Kiállításokon kutyákat bíráltam, elvégeztem a bírói tanfolyamot, és én a kisállat praxist sem hagytam abba, hanem a kezdetén elkezdtem. Tehát régen egyszer kellett egy évben leoltani veszettség ellen a kutyákat, és végeztünk az ebb betegségekkel, mert nem igen hozták állatorvoshoz az ebet és a macskát. Ez megváltozott, most már 99%-ban kutya és macska praxis van, tehát nekem nem volt nehéz, mert nekem nem volt ismeretlen. Hogy alakult ki a legendás Isztiméri családi gazdaság? Az a farm, aminek csodájára járnak az emberek. Én is nézegettem képeket, majd később erről még beszélünk, hogy hiszen a Zsófia lányáról kell, hogy szó essék, aki egy kvalitásos agrárszakember, és nyilván az ön nyomdokaiba lép, ilyen értelemben agrárszakemberként mondom ezt, nem mint állatorvosként. No, de a családi gazdaságról beszéljünk. Ugye a családi gazdaság, hogy, igen. Hogy azt ideje korán tudta, hogy mi, hogy ez lesz majd. Ez úgy alakult ki, hogy ahogy említettem, én lóháton jöttem Enyingről Fehérvárcsurgóra, és azóta lovaink vannak, lovakat tenyésztettem, Herzog Emil barátomnál, aki meghalt, igen. Fedeztettem a kancáimat, és 2-3 lovam folyamatosan volt csikókkal, és ezeket a lovakat Csákberénybe tartottam, később a mostani házam, amit Fehérvárcsurgón építettem, azzal szembe egy fél hektáros területet vettem, ott voltak a lovak, és kinőtték a lovak, kicsi volt a terület. És Zsófi lányommal elmentünk Isztimérre, Isztimér szintén hozzám tartozik a 7-8 község mellett, 80 óta ellátom a háztáji állományt és a TS-t is ott, és nagyon szép vidék, Bakonykuti, Isztimér, szép. Én, hogyha
amikor építettem, nem állatorvos vagyok, Bakony-Kutiba építettem volna, mert a legszebb falu a környékünkön, ugye? De nehezen megközelíthető. És mindig Fehérvár Csurgó volt az állatorvos, csurgói állatorvos központja. És megtetszett nekem Isztimér, és akkor az ottani TSZ elnök és a polgármester asszony említette azt, hogy hát miért nem veszel itt egy területet, ahol egy tanya és akkor nagy állatot, és Zsófi lányommal körbejártuk, és egy faluszéli helyet megnéztünk, amelyet ajánlottak nekünk, és megtetszett Zsófinak és nekem nagyon. És azt most látjuk a csodaképeket. Most mi minden van Isztimélen? Most az a helyzet, hogy az elképzelésünknek ez egy kicsit nagy lett volna. És akkor is tartottam ugye lovakat, ahogy mondtam, pont Csákberénybe van egy lovas barátom, akiné voltak a lovak, és ott együtt lovagoltak a lányaim, a Apkarovics doktoroknak a gyerekeivel. És ők ott tartottak lovat, én is közben hazahoztam Fehérvár Csurgóra, néztem ezt a területet, és meghallották, hogy én hol nézem, és ők kérték, hogy hadd társuljanak velem, és építsünk ott egy tanyát. Hát először lovardának készült, meg is épült a gyönyörű lovarda, ahol 10 boxos szép istálló van, csak ugye a gyerekek végeztek az iskolával, mind tanult, dolgozik, mind elfoglalt, és a lovaglásra, a ló szeretet kicsit, az megmaradt, csak nem volt annyi idő. És a lovak ugye, az köztudott dolog, hogy mindig a pénzt viszik, nem hozzák, arra elég sokat kell költeni, ha az ember megfelelő módon akarja tartani. És az egyik barátom kitalálta, hogy valamit próbáljunk ott kezdeni, hogy hozzon is valami pénzt, és így lett egy kisebb birkanyájunk ott. Igen, hát a Zsófi honlapján látom egyébként a gyönyörű képeket. No, mi jelenti a sikert egy állatorvosnak? Itt kérdezem ezt annak tükrében, hogy milyen gondolatokkal fogadta az elismerést, amikor megjött az értesítés, hogy a szakmai grémium önt találta méltónak az év állatorvosi elismerésre. Nagyon jól esett a dolog, mert én nem az a típus vagyok, aki ilyen törekvő és mindenáron sikereket akartam elérni a munkámba. És a munkámnak a sikerét vették észre, és úgy érzem, hogy ez egy szakmai kitüntetés, amelyet a kollégáktól és a főnökeimtől kaptam. Tehát itt volt egy lista, hogy kik azok az emberek, akik ebbe a szakmába ilyen hosszú ideig, talán nincs is, aki ilyen hosszú ideig dolgozott, mint én, és úgy nézett ki, hogy nem tettem rosszat, a nagy üzemeim nem rosszul működnek, és talán sikert is értem el a szakmába, és ez talán a csúcsa annak, hogy észrevette a szakma is ezt a dolgot. A Zsófiáról már beszéltünk, ugye tudjuk, hogy egy remek agrárszakember. Tudatosan választotta az agrárhivatást? Volt ebben önnek szerepe például? A Zsófi lányom tudatosan választotta. Ő jelentkezett az Állatorvosi Egyetemre is. És ő nem volt olyan kitartó, mint én. Talán nem is baj, mert akkor ment a Veszprém Egyetem környezettudományi szakára, azt elvégezte, és amellett is megmutatta azt, hogy őt mégiscsak a mezőgazdaság érdekli, amit valószínűnek tartom, hogy a mellettem töltött sok év eredményezte, mert az én lányaim mindig mellettem voltak. Amikor dolgozni mentem akkor is. Sokan úgy majdnem meg is vetettek, hogy a róka fejét vágja le, és küldi veszettségi vizsgálatra, és ott a kislányom. Hát mondom,
mit tegyek vele, hát ő az én kislányom, és ő sokat van velem, tehát ő kezdettől fogva velem volt, ugyanúgy a Steffi lányom is. Jó, tehát volt kitől tanulni. Volt kitől örökölni talán ezt a állatszeretetet és a mezőgazdaság szeretetét. Nos, én azt hiszem, hogy így kerek az élete. Mit kívánhatnék önnek? Jó egészséget kívánok. Én azt gondolom, hogy az a praxis, az ott élő emberek megérdemlik önt, és ön is megérdemli őket, hiszen a hosszú évtizedek alatt bizonyította, hogy igenis lehet baráti módon csinálni az embernek azt, amit választott hivatásául. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm, és így kerek az életem, és elértem a célomat, és még egy mondatot hadd mondjak, hogy a legjobban annak örülök, és az nyugtat, hogy a szülőfalumba, Bodajkon, mert én ott születtem, Bodajkon nyitottam egy rendelőt a Zsófi lányom biztatására, ő pályázott, és a nagyszülői házba egy rendelőt nyitottam, és most szinte teljesen a kisállat praxis ba szolgálom ki a szülőfalumba lévő embereket, akiknek nehéz lenne Fehérvárra behozni az állatokat, a sürgős eseteket, a védőoltásokat ott tudom ellátni. Így kerek a történet. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm, hogy elmondtad. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Balázsik István volt, az év állatorvosa. Maradjanak továbbra is velünk, további szép estét kívánok, viszontlátásra! Viszontlátásra!